Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egy újabb fogadóórában Széles Szabolcs vagyok, és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Sós Endre, a Szamoskér alpolgármesterét, aki most nem pont ilyen titulusban ül itt a televízióban velem szemben, hanem mint sportszakértővel beszélgetek, és azért is invitáltam meg, hiszen nem régen az ország és a világ elvesztett egy legendás labdarúgót, méghozzá az aranycsapat egykori nagy sztárjátékosát, Buzánszky Jenő bácsit. Egészen pontosan január 11-én érte az országot ez a megrettentő hír, amikor is az Esztergomi Kórházban este 8 órakor elhunyt a nemzet sportolója, és megpróbálunk ezekben a percekben ráemlékezni. Az ő életéről és sportolói munkásságáról fogunk megemlékezni a kedves televízió nézőknek. És kezdjük valahol a legelején, hiszen ha mondhatom azt, akkor a Jenő bácsival ti jól ismertétek egymást. Hogyan alakult ki ez a kapcsolat közöttetek? Jó, ismertük egymást a Jenő bácsival. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Jenő bácsi megtisztelt engem a barátságával. Hát, hogy ismerkedtünk meg, az egy nagyon érdekes történet volt, mert a barátságunknak is, meg a megismerkedésünknek is volt egy szomorú apropója. Egy nagyon fiatalon elhunyt barátom emlékére Szamoskéren hosszú időken keresztül megrendeztük a Biró Gyula emléktornát, és a szervezők, hát engem is bevontak a torna szervezésébe, és 2006-ban én azt mondtam, hogy próbáljuk feldobni egy picit ezt az eseményt, ezt a rendezvényt. Gyula barátommal nagyon-nagyon sokat lapozgattuk az újságot, nagyon sokat beszéltünk az aranycsapatról, és én ebbe az irányba megpróbálok lépni, és Jenő bácsit tudtam, hogy ő aktívan járja az országot, ahova hívják, és a Jenő bácsit a Kőlajos barátom segítségével sikerült telefonon elérni. Igen ám, de nem volt ez olyan egyszerű, mert Jenő bácsi, mikor megkérdezte, hogy hova hívják őket, hát vagy négyszeri beszélgetés után is azt mondta, hogy inkább nem jön el, mert nagy a távolság. És akkor az aranycsapatról írt Bocsák Miklós egy könyvet, az a címe, hogy Aranykönyv, és a végén a Jenő bácsi tett egy olyan kijelentést, hogy legyen az az ország bármelyik pontja, legyen az akármilyen eldugott hely, ahol kíváncsiak az aranycsapatra és az aranycsapat munkásságára, ő oda megy, ha hívják. És akkor én ezt Jenő bácsinak elolvastam, és azt mondta nekem, hogy jó, oké, megfogtál. És eljött Szamoskére, ez volt 2007-ben. A Teremi László ifjúsági táborában volt egy ilyen szurkolói ankét, Jenő bácsi élménybeszámolót tartott, én készítettem egy kis képanyagot, nagyon-nagyon jó sikerült, és hát Jenő bácsi nagyon sokszor nyilatkozta a televízióba is, hogy, és amire büszkék vagyunk, hogy nagyon-nagyon jól érezte magát Szamoskéren, és ha a legközelebb hívják, akkor vissza fog térni. Jenő bácsitól olvastam egy nyilatkozatot, éppen arra vonatkozott, amit említettél, hogy rengeteg rendezvényre ellátogatott, hivatásának tekintette, hogy a sportot, a magyar futballt népszerűsítse, és olvastam egy nyilatkozatát, amikor azt említette, hogy arra ment az életem, amerre a labda gurult. Arra próbált utalni, hogy tényleg megpróbált minden egyes meghívásnak megfelelni, és így jutott el Szamoskére is, ahol mikor átadtátok a sportfüve, vagy a műfőes sportpályát, akkor a kezdőrugást is elvégezte, ha jól emlékszem, és több ízben ellátogatott a településre. De az egyetemen is találkoztatok. Ott milyen szerepkörben futottatok össze? Még visszatérve erre a Biró Gyula emléktornára még azt hiszem, hogy egy vagy két alkalomkor még eljött, és rengeteg történetünk van együtt Jenő bácsival, és a hétvégém arra ment el, hogy általában, amikor voltak ezek a rendezvények, én mindig videóztam, fényképeztem. Hál' Istennek rengeteg képanyagom van. És a második ilyen élmény beszámolója után, hát amikor vége volt az egésznek, akkor ott maradtunk egy néhányan, és a Jenő bácsi, hát ott már kötetlen volt a beszélgetés, és rákérdeztünk, hogy amikor voltak ezek a edzőtáborok, aztán mérkőzések után, mennyire tudták egy kicsit kiengedni a gőzt. És akkor elmondta, hogy hát ott is borozgatta, ha bár ők fröccsöt ittak, fröccsözés közben énekelgettek, és akkor a Jenő bácsinak mondtuk, hogy hát akkor
miket énekeltek, és akkor olyan szerencsésen sikerült a kamerával ezt a rendezvényt, meg ezt a kis beszélgetést felvenni, és akkor a Jenő bácsi énekelt, hogy most elénekelem, ez a Bozsik nautája, ez a Kocsis nautája, és most nagyon jó volt visszanézni. Hát amit, hogy a kérdésre is válaszoljak, a Debreceni Egyetemen Jenő bácsinak az egyetemi bajnokság felvette a nevét, a Buzánszki Jenő Egyetemi Kupa lett, és Jenő bácsi az országban egyedüliként a Debreceni Egyetem felvette a labdarúgás története kreditszélző tantárgynak, és Jenő bácsi ott auraadó is. Kimondottan Jenő bácsinak a kérésére én is auraadó lettem, úgyhogy nagyon sok előadást tartottunk együtt, hát hatalmas nagy élmény volt vele, mert én is rengeteget lapozgatok, jegyzetelek, anyagot gyűjtök erről az időszakról, de mégiscsak más az, aki átélte ezt az egészet, és első kézből tud információt adni. Hoztál relikviákat is magaddal. Elmondanád a tárgyakhoz fűződő személyes történetedet? Elmondom, úgy válogattam ki, és olyan dolgokat hoztam el, ami kimondottam, bár hát ez mind aranycsapat relikvia, és mindegyikhez kötődésem a Jenő bácsinak, hát talán ez a labda, amit legelőször, ha bár nem is az a fűzős, azt 1952-ben, mikor a Helsinki olimpiára utaztak ki, Tatán edzőtáborba Jenő bácsi a jelenlévőkkel, a csapattársaival, mindenkivel aláíratta, még az aláírások látszanak is hatalmas nagy erekje. Ez a másik labda, ez szintén kötődik Jenő bácsihoz, mert 1953-ban, november 15-én a svédek ellen, az angolok elleni felkészülés előtt játszottunk egy barátságos meccset. Ez annak a meccsnek a meccslabdája, ezt játszották a magyar-svéd, ahol először kellett az aranycsapatnak szembenézni azzal, hogy milyen nagy elvárás van velük szemben, mert ugyanis azokat a svédeket, akit egy évvel előtte az olimpián 6-0-ra legyőztünk, itt Kinkeservesen 2-2-t játszottunk, és bizony atrocitások is érték a levonuló játékosokat. Hát akkor ilyen magas volt az elvárás. A mezhez az a történet fűződik, hogy 1981. júniusában, amikor legelőször Puskás Öcsi bácsi hazajött, a magyar-angol meccs előtt játszottak egy Budapest-vidék mérkőzést, és a vidéki csapatnak Jenő bácsi volt a csapatkapitánya. Ez az a mez, amit Jenő bácsi akkor viselt, dedikálva is van, hátul meg lehet tekinteni. Hát ezek az érmecskék pedig, hát az 1954-es világbajnoki ezüstérem, aki azt kérdezi, hogy miért van kettő, annak külön története van, mert két érmet osztottak, mert sajnos az első érem egy félreértés folyamán, ez a úgynevezett füles, gyűjtők így nevezik, csak 11 darab készült el belőle, és a zsűri mély szóvá tette, hogy akkor mit fogunk adni a tartalékjátékosoknak, meg a csapatvezetőknek, és gyorsan kutyafuttából elkészült egy másik példány, úgyhogy hál' Istennek nekem van mind a kettő ebből az éremből. Van ott egy picike kis hamutartó, annak az az aktualitása, hogy 1953. november 25-én, amikor volt a magyar-angol a Wembleybe, ezt a este a banketten, gondolom milyen nagy örömmel, az angol játékosok adták át mindegyik magyar játékosnak ezt a kis hamutartót, ami hát ez egy nagyon nagy érték. Van itt egy fotó, ez volt az a bizonyos, amivel kezdtünk az első szamoskéri látogatásakor. Ez hány éve készült ez a fotó? Ez 2007-ben. 2007-ben készült. Igen, kiszálltunk az autóból, mert én mentem Jenő bácsiért Nyíregyházára, hogy kiszálltunk, hát alig tudtuk a focipályát megközelíteni, és ez akkor, nem is tudom, ki készítette, de teljesen mindegy, mert ez egy örök emlék. Az, hogy Jenő bácsi Szamoskére hányszor fordult meg, még egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani. 2011-ben a székely barátaink, akik testvértelepülés Okland, Homorod Okland, Romániába található, Erdélyben a
oklandi barátaink Szamoskéren tettek magyar állampolgárságú esküt, és amikor én telefonba ezt Jenő bácsinak elmondtam, hogy mire készülünk, azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon szívesen eljönne erre az ünnepségre, és ott is volt. Honosítási okiratot is adott át, és egy olyan embernek, akinek az egész élete a nagy nyilvánosság előtt zajlott, rengeteg rendezvényen vett részt, az honosítási okirat átadásakor hát bizony kicsit megcsuklott a hangja, és egyszer nem is tudom, hova utaztunk együtt, és akkor felhoztam ezt, hogy Jenő bácsi, úgy vettem észre, hogy egy kicsit megcsuklott a hangja, és akkor elmondta nekem, hogy te még ehhez nagyon fiatal vagy, én már megértem azt, és tudom, átérzem azt, hogy ilyen távolságból mit jelent az, hogy magyarnak lenni, a szülőországhoz ragaszkodni, és azt mondja, azért volt az a kis elérzékenyülés. És még egy sportkönyvet hoztál magaddal, gondolom sportkönyvet, az aranycsapat tagjai láthatóak benne. Ezt a sportkönyvet azért hoztam, mert ez a tablója a 54-es világbajnokságra kiutazó csapattagoknak, és most nagyon sok újságcikk lehozza, meg televízióba is ezt lehet hallani, hogy az aranycsapat utolsó tagja is távozott. Már hallottam, hogy nyilatkoztak, mert az aranycsapatot, körülbelül azt az időszakot 49-től 56-ig lehet azonosítani azzal a csapattal, és hát ez a 6-7 év alatt az aranycsapatot azonosítják az 1953 novemberében legyőző angolok. De ott is ez az úgynevezett aranycsapat, akit szinte fejből tud mindenki, hogy Grosics, Buzánszki, és így tovább. Az összeállítás, ez a csapat 5-ször játszott ebbe a felállásba, végig egyszer sem. Mindig volt köztük egy csere, mert barátságos meccsen még lehetett cserélni, hivatalos meccsen nem. És hát ez a csapat eleve itt, ez az 54-es tablón, hát ez 22 játékos. És azt azért tudni kell, hogy ez alatt a 6-7 év alatt ebbe a magyar válogatottban megfordult 70 játékos. Írd és mond 70 játékos. Mondjuk ezt tudni kell, hogy volt például egy olyan meccs, ami ma már szinte hihetetlen, 1953. október 4-én, amikor egy adott napon két válogatott meccset is játszottunk. Tehát ezt akárhogy számoljuk, az már 22 játékos, és akkor így jön össze ez a rettenetes nagy szám, ez a közel 70 játékos. És nekem egy kicsit úgy, nekem is furcsa, nemhogy azoknak a játékosoknak, akik ez a kerethez tartoztak, mert ha soroljuk, hogy Grosics, Buzánszki, Laurát, Rantosa és így tovább, akkor méltatlanul keveset beszélünk a Tóth Józsefről, aki még él, méltatlanul keveset beszélünk a Várhidi Pali bácsiről, aki él, és aki a Gulyásról, aki a tartaléka volt a VB-n a Grosicsnak, és Sándor Kalcsi bácsi vele is hál' Istennek volt szerencsém találkozni, nagyon jó volt hallgatni Csikar bácsit, az egész életét végig kísérte az, hogy végig folyamatosan ott volt ebbe a csapatba, és remek játékkal szolgálta ezeket az eredményeket, és itt csak ez a 11 játékos van. Ahogyan remek szolgált minket nagyon hosszú éveken keresztül Buzánszki Jenő bácsi is, hiszen ahogyan olvastam róla, sajnos látni már személyesen élőben én nem láthattam őt játszani, de nem csak a védekezésben, a szerelésben, hanem az ellentámadásban is nagyon ügyesen és jelesen vette ki a részét, és nem tudom, hogy miért kapta a Kazal Bece nevet. Erről tudsz egy történetet mondani? Abba a csapatba mindenkinek volt Bece neve. Ezeket a Bece neveket általában a Puskás öcsi bácsi adta, tőle elfogadta mindenki. A Kazal Bece nevet azért kapta Jenő bácsi, mert nagyon-nagyon fiatalon elkezdett kopaszodni. És ő volt a Kazal, mint ahogy a Budai a Pupos, a Kocsis a Kocka, a Cibor a Bolond meg a Ronylábú, úgyhogy ott mindenkinek volt Bece neve. Ez egy nagyon kedves kis titulus volt, egymás között is így szólították egymást. Jenő bácsi, hogy ő megelőzte a korát a hátvéd játékával, mert ő nagyon-nagyon sokáig csatárt játszott, rengeteg gólt rúgott. Úgyhogy ő folyamatosan a vonal mellett
segítette a támadásokat, úgyhogy Jenő bácsinak rengeteg jó meccse volt, és általában ezt a 49 válogatott fellépésén majdnem mindegyik meccsen a legkiválóbb volt. Talán egyet emelnék ki, abban az időben a Szovjetunióval valami rettenetes nagy meccseket játszottunk, és ha győztünk, nem sokat győztünk ellenük, vagy ha döntetlent játszottunk, de amikor kikaptunk, akkor mindig rányomta a mérkőzés a bélyeget, hogy ugyan miért kaptunk ki. Mégis meg kiemelném, hogy volt egy meccse a Jenő bácsinak. 54. szeptember 16-án, amikor a világbajnokságra hazajöttünk, és akkor hát egy a labdarúgás szerelmesei nagyon-nagyon sokáig nem tudták megemészteni a döntővereségét, mégis ez július 4-én volt, mégis augusztusban az első hazai válogatott meccsen a románok ellen a Népstadionban 95 ezer ember azért kiment, úgyhogy annyira azért nem csalódtunk, és csak kíváncsiak voltak a magyar közvélemény továbbra is a csapatra. És akkor Moszkvába játszottunk az oroszok a szovjetek ellen, 1-1 volt a végeredmény, valami rettenetes nagy meccs volt, és az a lényeg, hogy a mezőny legjobbja volt Jenő bácsi úgy, hogy a kor egyik legjobb csatára, a Streltsov volt az ellenfele, és a Streltsov a mérkőzés elején csúnyán letolpalta a Jenő bácsit, úgyhogy szétszakadt a lábfeje. És akkor fél időben úgy kért egy cipőt, mert a cipő is szétszakadt, és elöntötte a cipőt a vér, és nem akarták visszaengedni, mert barátságos meccs volt, volt lehetőség, hogy cseréljenek. Mégis azt mondta, hogy végig akarja játszani, úgyhogy a Várhidi Pali bácsi adta oda, mert az a méretű cipő csak Pali bácsinak volt. Úgyhogy mikor vége volt a meccsnek, ott Moszkvába össze is varták a lábfejét, nagyon sokáig sérülten téblá volt Jenő bácsi, mégis végig játszotta, és a mezőny legjobbja volt. Hát ez volt Jenő bácsi. 2011-ben még úgy nyilatkozott a Magyar Távirati Irodának, hogy ugye minden évben ment orvosi kontrollvizsgálatokra, és hála jó Istennek összevetették az előző esztendővel, olyan nagy eredményeltérések nem voltak, az orvosok korához képest mindig egészségesnek minősítették a vizsgálatok végén, és akkor úgy nyilatkozott, hogy szeretné megélni a matuzsálami kort, tehát a 100. életébe is szívesen belépne, hiszen lenne még teendője. Sajnos ugye ezt a kort nem sikerült elérnie, de azért hagyott itt nekünk hátra nem csak emlékeket, hanem olyan büszkeségeket, amelyekkel ugye mi is joggal mondhatjuk azt, hogy büszkék vagyunk rájuk. Viszont a temetéséről már tudunk információkat, mikor lesz egészen pontosan? 30-án lesz a temetése, 10 órától lesz a bazilikába felravatalozva, és 1 órakor kezdődik a szertartás. Az MLS saját halottjának tekinti a temetést, ők rendezik, és az MLS a családdal egyeztetve úgy határozott, hogy a Puskás, a Kocsis és a Grosics Gyula bácsi mellett ő lesz a 4. aranycsapat játékos, aki a bazilikába fog nyugszani. Ahogyan olvastam, ugye most a halál híre után egyre több cikk megjelent Jenő bácsiról, sőt, sokasodtak a cinkeknek a tömkelege. Egyetlen szívfájdalma volt Jenő bácsinak, amit ugye megemlített egy-két újságnak, mi 2011 áprilisában, amikor megkapta a Nemzet sportolója címet, hogy egy kicsit hamarabb szerette volna ezt megkapni. Ugye akkor Grosics Gyulával egyetemben kapták meg, de ahogyan nyilatkozta, úgy gondolta, hogy a megbecsülések koronája ez a cím. Erről említette neked valamit akkor? Említette, és ez elég nagy szívfájdalom volt Jenő bácsinak, mert ő annak az időszaknak volt a magyar labdarúgásnak az egyik fénylő csillaga, amikor mi oktattuk a világot. És azok az eredmények, nem hiszem, hogy így akkor sem lett volna szabad, most meg így visszagondolva egyáltalán nem szabad kudarcként felfogni azt a világbajnoki vereséget, főleg így, hogy az utóbbi időben azért már derültek ki történetek arról a világbajnoki mérkőzésről. Nagy szívfájdalom volt neki, hogy
elég későn kapta meg. Nem régen, természetesen még életében pedig beválasztották a Magyar Halhatatlan Sportolók Egyesületébe, de szerintem nem hiába tették mindezt az egyesületnek az alapítói. Jenő bácsinak a munkássága eleve a sport sikerei, meg utána, amikor az aktív játéktól visszavonult, Jenő bácsinak a munkássága, biztos, hogy egy kicsit elfogult vagyok vele szembe, a Halhatatlanok klubjából, hogy beválasztották, én úgy érzem, hogy bőven-bőven megérdemelte, és sport sikerei miatt, akkor a labdarúgás felé az elhivatottsága miatt, aztán a civil életben, a gyermekmentő alapítványnál vállalt szerepe miatt, szóval Debrecenben az egyetemen is a Buzánszky Egyetemi Kopa döntőnél borzasztó fontosnak tartotta, hogy ha máskor nem is a döntőn, a díjátadásnál mindig ott volt, úgyhogy hát ő ezt hivatásának tekintette a sportnak a népszerűsítését, az egészséges életnek a népszerűsítését, úgyhogy én szerintem a Halhatatlanok klubjába neki ott volt a helye. Temetésen ott leszel, el tudsz menni? Igen, ott leszek a temetésen, a fiával tartom a kapcsolatot, és úgy tervezték, hogy magán a szertartáson azt is az MLS rendezi, és mivel annak a bazilikának a befogadó képessége az véges, úgyhogy ilyen, hát rossz szó, de ilyen VIP-szerűen oda már csak a szűk család és a barátok, akik búcsúznak Jenő bácsitól, azok fognak bejutni. Hál' Istennek én is ott leszek. Ahogyan mi pedig a szívünkbe búcsúzunk Jenő bácsitól, szerintem nem csak a világ és a magyar sporttörténetben maradó örökre emlékezetes kulcsfigurája a sporttörténetünknek és a futballtörténetnek, hanem a mi szívünkben is örökké megmarad, mint Jenő bácsi, aki számos alkalommal ellátogatott Szatmárba, akár Szamoskére is hozzátok. Köszönöm szépen, hogy bejöttél és segítettél nekünk közösen megemlékezni Jenő bácsiról. Köszönöm szépen a lehetőséget, és végszónak nyugodjon békében Jenő bácsi.